balatoni nyár nem volt eseménytelen a Fidesz közeli üzletembereknek, legutóbb ifjabb Mészáros Lőrinc vett egy panorámás telket Tihany külterületén, ami kapcsán külön kérte az önkormányzatot, hogy ne függesszék ki az adásvételi szerződést, ennek az önkormányzat azonban nem tett eleget, mi is innen értesültünk az adásvételről. De nem csak Mészáros Lőrincéket érdekli a Balaton. Több kormányközeli vállalkozó is vett az elmúlt időszakban, főleg a Balaton felvidéken ingatlanokat. Az egyik egy állami megbízásokkal kitömött takarító cég vezető tisztségviselője. A másik egy lélegeztető bizniszben jártas üzletember. Valamint a Nemzeti Űrprogram egyik kulcsfigurája, dr. Selhely István. Kattintsatok a linkre, és olvassátok el a cikket az átlátszónak.